Egy igazi alkotótáborban nem csak a munka fontos, hanem az együtt eltöltött idő értéke is meghatározó. Steklis Zsuzsa házában a résztvevők, hála a házigazdának, ebben sem szenvednek hiányt. Aki egyszer eljött ide, az olyan tudással és élményekkel távozik, amely visszahúzza. Így volt az idén is, hiszen a tavalyi csapat tagjai közül ketten is újra a résztvevők körét erősítette. A közösségépítés mellett azért az egy hét során komoly munka folyt a műhelyben. Ez a vágyaimat mutatja meg jelen pillanatban. Megpróbálom elképzelni, hogy milyen helyen szeretnék élni. És azt viszem most vászonra. Ragány Adrián működőmépítő, méghozzá jelentős nemzetközi sikerekkel, hiszen a szakmája világbajnoka is volt. Számára a tűzománc egy másik kifejezési mód. Ő is a visszatérők egyike. Vittem magammal rengeteg élményt, meg nagyon sok inspirációt a Zsuzsától. Igazából ezeket mindent be tudtam építeni a mindennapi munkám folyamán. Inkább a megújulás az, ami nekem így nagyon fontos volt, mert azért a munkámba bele lehet fásulni egy idő után, és ez egy ilyen abszolút feltöltő, hát egyelőre még csak hobbi szinten feltöltő munkafolyamat. Vannak rá terveim, hogy miket, vagy meg próbálkozásaim is, hogy miket lehet csinálni. Igazából nagyon hasonló ez a cloisonne technika, ez a rekedzománcos technika, ugye ezt csinálják már ilyen műanyagokkal is külföldön, egyéb dolgok. Hát a műköröm is egy műanyag, úgyhogy igazából közel áll egymáshoz a kettő dolog, össze lehet párosítani, én úgy gondolom. Godani Tamás Ibolya eredetileg üveggel dolgozik, de számára is kihívás, hogyan lehet a két megjelenési formából valami újat kialakítani. Sok mindent tanultam azóta, most a legújabb például, szóval mindig kipróbálok valamit, én az üvegbe is mindig próbálkoztam valami más újdonsággal belevinni, most mindig egy más technikát, most például ez a részkarcok technikát próbáltam ki, és szerintem ezt fogom folytatni otthon tovább. Az idei tábor Benjaminja egy alig 17 esztendős ifjú hölgy. Nagyon tetszik ez a technika, mert ilyen kis pepecselős, és nagyon, nagyon finoman kell vele dolgozni. Kicsit sokáig tart, amit képet csináltam, azt két nap alatt fejeztem be, de nagyon tetszik, nagyon szép technika szerintem, és őt elég kevesen ismerik, és örülök, hogy megismerhetem az érzés, miközben csinálja az ember, miközben hajtogatod, miközben megtöltegeted, mindig oda kell figyelni, finoman kell csinálni. Nagyon, nagyon jó az az érzés. És van olyan alkotó, aki eddig az ománcozás más formáival ismerkedett, és ez most a tudás bővítését szolgálja. Eddig azért jöttem, hogy új technikát is tanuljak, eddig iszapzománccal és sodronnyal foglalkoztam, és a rekesz technikát szerettem volna jobban elsajátítani, és Zsuzsa nagyon sokat segített ebben. Itt az egész napot szinte arra szánhatjuk, hogy úgy elmélyülten dolgozunk, és precízebben, kitartóbban tudunk dolgozni. Tehát én egy kicsit hajlamosabb voltam, hogy úgy elnagyoljam talán a munkát, és most van lehetőség, hogy úgy elmélyüljek, és másoktól is tanuljak. A tábor vezetője elégedett mindazzal a munkával, amit a tanítványok eddig elértek. Számára a legnagyobb kihívás a jövő tűzománcosainak kinevelése. Nekem ebben az a jó, hogy én szeretem ezt a szakmát, és rettentően fáj a lelkem, hogy lassan már kihalunk. És nincs aki folytása, mert az a korosztály, akinek én tanultam, az most olyan 90 körüliek. Vagy dolgoznak még, vagy már nem dolgoznak. Az én 67 esztendőm a kamaszkor ebben a szakmában, tehát annyira öreg a társadalom. Lehet, hogy vannak az ománcos fiatalok is, de nincsenek a látókörömben. Tehát egyszerűen szeretném, ha ez a szakma tovább menne, és lennének fiatalok, és fejlődne a dolog. Nekem ez nagyon fontos. Ne halljon ki a szakma!